A kelet-ukrajnai konfliktus miatt káoszba fulladt az igazságszolgáltatási rendszer is. Az önbíráskodás elterjedté vált a lázadók által kontrollált területeken. Ez egyaránt érinti a civileket és a fegyvereseket is. Ezt a férfit egy közlekedési táblához láncolták saját szakadárharcos társai Krasnyi Partizánban. A parancsnok szerint felháborító dolgokat művelt. Megvert egy civilt, ellopta az autóját, pénzt vett el a rokonaitól, amit ő úgy hív, hogy kölcsön kérte. De eltörte valakinek a bordáját, az arcát és betörte a fejét. Így a fia eljött és bepanaszolta. Mi meg lépéseket tettünk, magyarázza a parancsnok. Ezek a fajta bűncselekmények azért gyakoriak Kelet-Ukrajnában, mert teljes káosz uralkodik az igazságszolgáltatás, a bürokrácia és a gazdaság terén egyaránt. Mivel nincsenek bírók sem, így a büntetést közvetlenül az ügyészek szabják ki Luhanszkban. Nincs bíróságunk. Megpróbáljuk megoldani ezt a problémát. Ügyészekkel dolgozunk együtt, hogy eldöntsük, milyen büntető intézkedést tegyünk. Ítéletek majd akkor születnek, ha lesz újra bíróság, mondja ez a rendőrtiszt. Ezt a férfit rablásért tartóztatták le. A rendőrfőnök helyettes szerint most az a legfontosabb, hogy visszaállítsák a rendőrőrsöket Luhanszk térségében.